A műsor támogatói a Nintendolgok és a Nintenblog. Ki lakik oda, lekit rejt a víz? Game Boys Podcast! Na jól van. Oké. Okay. Szóval én Szabolcs vagyok. Én meg Krisi. És most folytatjuk az előző héten elkezdett témánkat lényegében, hogy a kedvenc, vagy hát ismertebb sorozatokból melyik a szerintünk a leggyengébben sikerült rész. Igen. Szerintem a Linkből a Wolflink a leggyengébb. Aha. Jó, igen, tehát múltkor a Mario, Zelda, Metroid és Kirby játékokat mondtuk el. Most a többit, amit így összeírtunk magunknak, szerintem arról lesz szó. Szerintem pedig nem arról lesz szó, hanem arról, amit nem írtunk össze. Tényleg, mindjárt bejön valaki, és akkor megmutatja egy papíron, hogy miről kell beszélnünk. Jó, szóval szerintem akkor folytassuk a következően elég nagy Nintendo sorozattal, a Pokémonnal. Ahol szerintem megint érdemes lenne ketté bontani, hogy a spin-offokra, meg nem spin-offokra, mert csak azért, mert nem is tudom, hogy a Mario-n kívül van-e olyan videójáték sorozat, amiből több spin-off lenne, mint a Pokémonból, tehát mindenképp érdemes. Szerintem először is a fő szériából a leggyengébb rész a Pokémon Diamond és Pearl verzió, több szempontból, de elsősorban amiatt, mert nagyon lassú a játék. Tehát a leglassabb Pokémon játék, nagyon sok a minden ilyen várás, úgymond a támadások között, meg a... Tehát mindig. Egyszerűen nem élvezetes játszani a játékot, hogyha ennyire lelassítja minden hülyeség. Viszont szerencsére ezt a Platinummal valamennyire kijavították, mert ott felgyorsították azt a részt, ami így lassú volt benne. Viszont még így sem mondanám nagyon így a kedvenceim közé. Tehát egyszerűen nekem annyira nem tetszett így a régió, meg a világ, meg a Pokémonok se. Persze nem voltak rosszak, de nem tudom, szerintem viszonylag kevésbé voltak így emlékezetesek. Ja, én kb. Pontosan ugyanezt tudnám elmondani, tehát nekem is ez a legkevésbé kedvenc részem, és igazából ugyanezért mert lassú, és nagyon kevésen kiemelkedő dolgot tudnék belőle mondani. Egy-két zene nagyon tetszett, például a Cynthia-nak, a Championnek a... Igen, az tényleg nagyon jó. Meg több jó újítás behozott a szériába, például az, hogy szétválasztottak a fizikai és a speciális dolgokat. Igen, de ugye ezek benne meg a wifi, ugye? Igen, de ugye ezek benne voltak a későbbiekben is, és főleg a HGS-es után, mert ugye azzal előbb játszottam, hogy elég nagy visszalépésnek tűnt. És, igen, meg hogyha azt nézzük, hogy a úgymond gonosz csapat mennyire ilyen idióta. Ja, igen. Igen, és úgy őszintén szólva alig emlékszem valamire a játékból. Igen. Spin-offok közül meg, hát többet is lehetne mondani, mert volt néhány gyenge. Például a DS korszak elején kijött például a Pokémon Dash, ami egy katasztrófa volt szerintem. Akkor ott volt a Pokémon Link, ami szintén nem volt sokkal jobb. Vagy ott van szinte az egész Pokémon Rumble sorozat, ami egy nagyon kevés tartalommal, meg kevés változatossággal rendelkező sorozat. Főleg a ugye a legelső rész, mondjuk, annál még valamennyire megbocsátható volt, mert az egy Weaver játék volt, és ugye olcsóbb is volt, meg minden, de ami engem igazán zavart a 3DS-es rész, ami igazából nem sokkal jobb, és az még teljes áron jött ki, és egyszerűen nem tudok azzal mit kezdeni. Akkor talán jobb is, hogy ezek közül egyikkel se játszottam, úgyhogy én ide semmit nem tudok mondani. Igen. Ja, meg még esetleg talán a Pokémon Stadium 1 japán verziója, tehát ami nálunk egyáltalán nem jelent meg. Alapból ugye nem egy rossz játék, mert ugye nyilván a Pokémonnak a harcrendszerét alkalmazza, ami egy jó harcrendszer, és egyébként szép játék meg minden. Viszont nagyon kevés játékmód van benne, eszméletlenül nehéz benne szinte minden. Még nekem is, aki ugye én azért nagyjából ismerem a Pokémon játékok működését, meg hogy nagyjából ki az erős, meg milyen támadást érdemes használni, meg milyen taktikákat, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy egy, mit tudom, 10 éves gyerek, aki mondjuk simán lehetett egy Pokémon rajongó, mondjuk amikor megjelent a játék, neki szerintem abszolút semmi esélye nincsen. Arról nem is beszélve, hogy nem is volt elérhető az összes Pokémon, csak ami 63 vagy ilyesmi, vagy 40 valamennyi. 63 az a Snap. Ez a Snap, igen. De igen, az 40 valamennyi. És tehát a végkifejlődések közül se volt mindenki benne, tehát mit tudom, például Beedrill játszható volt, akit szerintem senki nem használt, de mondjuk Butterfree nem, aki szerintem egyértelműen jobb, mondjuk ő se erős, de mindegy, tehát igazából annyira nem egy jó játék. Tehát én örülök neki, hogy nem
nem ezt kaptuk, hanem a jó Stadium 1-et, ami náluk ugye a Stadium 2 volt, meg mondjuk mondhatnám még a Pokémon Channel-t, ami egy elég érdekes játék, de... Ja, tényleg azzal viszont játszottam, és hát az nem volt túl jó. Hát nem, mondjuk valamilyen szinten azért aranyos, meg megvan a hangulata, és mondjuk azért jobbnak mondanám, mint mondjuk a Dash-t, de akkor se egy jó játék gyakorlatilag. Ja. Oké. Okay. Következő? Következőnek én a Yoshi sorozatot írtam fel, ami azért eléggé különbözik a Mario-tól, tehát én külön felírtam, és egyértelműen a legkevésbé jó részből szerintem a Yoshi Touch & Go, ami gyakorlatilag egy csak a DS-nek a érintés, tehát az érintőképernyőjével játszható, szinte mini játékszerű ilyen Endless Runner gyakorlatilag, amit egy ilyen maximum 5 eurós letölthető játékként tudnék elképzelni, de így dobozos játékként szerintem kicsit kemény. Hát igen, szóval nem fogok ezzel vitatkozni, az a játék olyannyira semmi, hogy a Super Mario 64 DS-nek a mini játékaiban több tartalom és több élvezet volt, és ezt így teljes áron kell, és szerintem pofátlanság volt. Igen, úgy. Ezzel egyetértek, és szerintem ezen nincs is nagyon mit tovább. Igen. Igen. Következőnek én a Super Smash Bros.-t írtam föl, ami annyira nem nagy meglepetés szerintem, hogy a legelső része a legkevésbé jó, szimplán azért, mert az első rész és abból volt a legkevesebb tartalom, tehát minden új rész ugye egyre több tartalmat rakott a játékokba többnyire, de abban gyakorlatilag volt egy one player mód, ugye egy, amit az újabb részekben klasszik módnak neveztek el, illetve egy versus. És ugye ebből még nem is voltak az ikonikus trófeák, viszonylag kevés pálya is volt, meg kevés karakter, ugye 12 összesen, és tehát maga idejében egy teljesen jó játék volt, meg nekem ez volt az első Smash játékom, és innen ismertem meg csomó Nintendo sorozatot, de akkor is így szerintem egyértelműen a legkevésbé jó rész. Szintén csak azt mondom, hogy egyetértek. Tehát a későbbiek annyival több tartalom, meg annyival jobban összeragott játékok voltak, hogy... Igen, de szintén már felesleges ugye ezzel játszani. Következőnek én az F-Zero-t írtam fel, amit ről, tehát tudom, hogy neked nem nagyon van véleményed, mert nem nagyon játszottál egyik résszel se. Valahogy úgy, hogy megint csak te fogsz beszélni. Igen, én viszont majdnem mindegyiket úgymond végigjátszottam. Ugye egyedül a GX-et, nem ugye a GameCube-os részt, meg a csak Japánban megjelen nagyon ritka harmadik Game Boy Advance-es részt, ami egyébként a legújabb F-Zero úgymond. És innen nekem a legkevésbé kedvencem a Maximum Velocity, ami az első Game Boy Advance-es rész volt. Ez nagyon hasonlított a Super Nintendo-sra, érthető okokból, viszont valamilyen szinten kevésbé volt jó, olyan szempontból is, hogy teljesen más autók, vagyis járművek, meg világok voltak benne, mint az összes többi F-Zero-ban, tehát kicsit olyan, mintha egy más sorozatból lenne egy játék. És egyáltalán nem rossz játék, viszont kicsit nehézkes az irányítása is, és annyira nem jók benne a pályák. Tehát van például a második Game Boy Advance-es rész, a GP Legend, ami valamilyen szinten az F-Zero anime alapján készült, az például szerintem sokkal jobban sikerült, tehát nagyon jók benne a zenék is, rengeteg karakter van, nagyon jó az art style, van benne egy külön story mód is, és egyszerűen nagyon jók a pályák, meg sokkal dinamikusabb a játék. Oké, okay, biztos. Oké, okay. Köszönöm, hogy elviszed nekem. Jó, következő, Donkey Kong Country sorozat. Nekem onnan a harmadik része a legkevésbé kedvencem. Annyira nem feltétlenül tudom megmondani, hogy miért. Egyszerűen talán a zenék meg a világok ott tetszenek a legkevésbé, illetve hát nem tudom. Tehát az eredeti trilógiából ezt ismertem meg a legkevésbé, az első kettővel nagyon sokat játszottam kiskoromban, és azokat nagyon is szeretem. Illetve az újabb kettő az már annyival, tehát ugye később készült, ugye a Retro nagyon jól végezte a dolgát, és fantasztikus játékokat csinált. Egyszerűen így a harmadik maradt az, ami szerintem legkevésbé lett jó, bár így is tényleg egy nagyon jó játékról van szó. Amiket esetleg kifelejtesz, hogy voltak azok a Donkey Kong Land játékok, amik mondjuk igen, a szériára igen, most jutott eszembe, igen, amik... viszont hogyha azt is belenézzük, akkor egyértelműen azok. Igen, és ez abban is az első, igen. Tehát egyértelműen az nagyon magasan vagy mélyen kilóg a sorból. Igen. Még mondjuk tényleg, hogyha csak a három régi Donkey Kong Country-t veszük, talán tényleg a három a legkevésbé jó, de mondjuk az egyen, ez nekem nagyon közel van egymáshoz. Igen. Na igen, szóval hát Donkey Kong Land 1. Igen. De tényleg egyébként az egész Land sorozat nem annyira jó, mert viszonylag nehezen látni, hogy hol vagy, meg mi hol van, de tényleg az egy az abszolút viszi a pálmát, hogy ott tényleg van olyan, hogyha kicsit kiesel a képernyőből, akkor van, hogy néha meghalsz, néha nem, akkor is, hogyha van alattad föld, tehát
nem tudom, meg ilyen elég furcsa dolgok vannak. Igen, ezért elég bizarrul van programozva, még amellett is, hogy az egész szériára, a Gameboy-osokra igaz, hogy ugye nagyon keveset látsz a képernyőből, viszont igen. A pályadizájn az meg olyan, mintha egy rendes Super Nintendo játék lenne. Ezért nem volt túlságosan jó a Game Boy Color-os portja az első résznek sem, mert volt egy-két olyan pálya, ahol gyakorlatilag muszáj volt sokat látnod, például az ilyen Minecraft-osak, és ott nagyon kicsi volt a képernyő, és egyszerűen nem igazán lehetett látni, hogy mi fog jönni, és nagyon nehezek is voltak ezek a pályák emiatt. Ja. Ja, szerintem az utolsó Nintendo sorozat, amiről beszélni akartunk, azok a Street Pass játékok. Igen, mert azok fantasztikusak, hogy általánosságban. Egyébként igen, tehát egy teljesen jó ötlet, meg szórakoztatóak, viszont szerintem egyértelműen a legkevésbé jó része az a Street Pass Battle, ami gyakorlatilag egy kőpapíróló játék szebb grafikával. Hát körülbelül igen, tehát annyira csak a szerencsém múlik, és nincs benne semmi gameplay, meg és ráadásul ez az a játék, amiben a legnehezebb achievementek vannak, tehát az 300 másik olyan emberrel találkozz, akinek megvan a játék és győzd le őket, és még 100-zal, akiket nem kell legyőznöd. Igen, tehát főleg itthon mondjuk, ahol ugye viszonylag kevés embernek van 3DS-e, és azok közül is viszonylag kevesen töltötték le ezeket a Street Pass játékokat, ez elég nehéz összehozni, tehát így nem tudom hány évvel megjelenés után is még mindig, te azt már befejezted, igen. De én még mindig ezeken dolgozok. Igen, tehát... ez is már úgy, hogy valami 2 éve jelentettek? Igen, igen, igen. Ja. Akkor jó. Szerintem most áttérhetünk az ilyen third party sorozatokra. Ott van például a Castlevania, amit ugye mindketten nagyon szeretünk. Ja. Szerintem egyértelműen a legrosszabb rész az a Game Boy-os Castlevania The Adventure. Ami ugyanazt lehetne mondani itt gyakorlatilag, mint a Super Mario lennél, hogy... Nem. Hadd mondjam végig. Jó, jól van. Hát, hogy esetleg a hibái abban rejlenek, hogy ugye nagyon korai Game Boy játék, ugye a legelső évben jelent meg, ami egyébként nagyon kevés játékra igaz, és hogy azért ugye lassú, meg nem a legkifejlettebb, de az a baj, hogy egyszerűen nem egy élvezetes játék, nem nagyon rossz benne a level design is, nincsen semmi sub-weapon, a power-upok is elég rosszul működnek olyan szempontból, hogy ha felszedsz egy ilyen ostor erősítőt, akkor hogyha megsebződsz, akkor azonnal el is veszted. És egyszerűen nagyon sok része meg hely ilyen unfair a játékban, és egyszerűen nem egy szórakoztató játék. Ja, úgyhogy arra mondtam, hogy nem az előbb, hogy a Super Mario Land annak ellenére egy jó és élvezhető játék, hogy technikai korlátok, igen. De itt viszont amellett, hogy technikai korlátok, egy csomó rossz döntés is hozzák, tehát a fire design tényleg borzalmas, az, hogy ha sebződsz, akkor visszafejlődik az ostor, az is nagyon rossz ötlet, és emiatt néhány pályán, hogy egyszer sebződsz, akkor kb. Esélyed sincs. Igen. Illetve eszméletlen lassú játék, ami kiakasztó, igen. És hát, ugye, egyáltalán fizikája is nagyon rossz egészek, tehát nagyon könnyen eltalálnak ilyen ferde helyekre az ellenségek, hogy mit tudom én, félig fentről jönnek, és akkor inkább előre támad, és az a sorod nem éri el, meg hasonlók. Igen. És még azt sem lehet mondani igazából, hogy az egész koncepció nem jó, hogy hasonló fizikával meg játékmenettel Game Boy-ra egy játék, mert ugye a folytatása, a Belmont's Revenge, az szinte ugyanezt a motort használta, és az például egy nagyon jó játék szerintem. Ja. És ugyanígy Game Boy-ra. Jó, te is ezt gondoltad, ugye? Hogy... Hát ha csak a mobilos részek nem számítanak, ja, akkor, okay. Akkor tényleg ez. Tehát... Vagy az ilyen borzalmas izé, azt hiszem a Commodore 64-re volt az egynek olyan portja, amit azt hiszem valami magyarok portoltak, de állítólag ilyen borzalmas lett. Hát azzal én csak emulátorra játszottam egyébként, szóval nem tudom, hogy mennyit ront rajta, de az egy katasztrófa. Késett az irányítás, a zene szörnyű, mert egyáltalán a frame rate is valami borzasztó. Igen, meg visszatér az Adventure, egyébként a zene az jó volt benne, ez egyetlen pozitívum körülbelül, amit mondani. A zenéje tényleg jó. Igen. Jó, következőnek én a Goemon vagy a Mystical Ninja sorozatot írtam föl, ahol szerintem egyértelműen messze a legrosszabb rész az a Game Boy rész, amit mi kaptunk, aminek az a cím, hogy Mystical Ninja Starring Goemon. És nagyon szomorú, hogy ezt a részt kaptuk meg, ráadásul 3D-s virtuál konzolra is kiadták, mert gyakorlatilag valamilyen szinten szerintem hozzájárult ahhoz, hogy később sem nagyon jöttek ki a Goemon játékok, mert ez annyira egy ilyen élvezhetetlen, unalmas, túlságosan nehéz játék, hogy szerintem senkinek nem hozza meg a kedvét a sorozathoz. Televe ilyen félórás pályák vannak, és hogyha bárhol meghalsz, akkor az egészet újra kell kezdened, beleértve azt is, hogy ha legyőzöl mondjuk egy bosst, akkor utána ilyen kis minijátékot kell játszanod ellene, amit nagyon könnyű elrontani, például a legelső bosst, hogyha legyőzöd, akkor utána egy ilyen futóversenyt kell vele játszani, ami annyiból áll, hogy az A-B gombot kell nagyon gyorsan nyomogatni egymás után, de egyszerűen annyira
elképesztően gyorsan kell nyomogatni, hogy én például nagyon gyorsan tudom legtöbb játékban nyomogatni a gombokat, de még így se győztem le egyszer se. És gyakorlatilag az a legidegesítőbb, hogy ilyenkor az egész játék elejére visszarak, tehát gyakorlatilag, hogyha megint újra akarom próbálni, akkor megint az unalmas félórás pályát végig kell csinálnom. Tehát egyszerűen nem értem, hogy ez miért jött ki nálunk. Tehát, hogyha ilyen kevés Goemon játékot adtak ki, akkor nagyon elrontották, hogy pont ezt választották be közéjük. Hát igazából akkor én sajnos egy rossz Goemon részsel se játszottam, főleg nem ezzel. Hogyha nagyon választani kéne, akkor talán az első Super Nintendo-s jött be, az a három közül a legkevésbé, amit ismerek, de az is elég jó azért, úgyhogy. Igen. Illetve én még itt a Mega Man sorozatot írtam fel, amit én nagyon szeretek, és a fő sorozatból a 8 kivételével az összeset végig is játszottam, és ezek közül talán a legkevésbé kedvencem az 5 vagy a 7 volt. Technikailag ugye az 1 a legkevésbé jó, de én egyszerűen így amiatt, hogy ilyen klasszikus, meg viszonylag szimplisztikus, de mégis jó a level design, meg ugye, hogy eleve érdekes volt az alapötlet, emiatt nálam egy kicsit ez följebb emelkedik, viszont talán az 5 meg a 7 voltak a legkevésbé emlékezetesek így az összes közül. Hát mondjuk a fő szériából talán így nekem is talán ez a kettő, meg mondjuk én az egyet se szeretem úgy annyira, de igazából még ezeket is mondjuk sokkal jobban szeretem, mint mondjuk az X-szériát, főleg az EX-szériát, amik... Igen, azokkal nem nagyon játszottam egyedül az X1-jel, mondjuk az nem volt rossz, de én is a klasszikus sorozatot azért jobban szeretem. Illetve amit játszottam a Legends-el, hogy az se jött be egyáltalán. Ja, igen, ez nálam is így van egyébként. Ja, illetve akkor... Ja, meg a Game Boy részek is nyilván kevésbé jók, mint a NES részek, de nem rosszak mondjuk egyébként. Mondjuk a 4 és az 5 Game Boy-on fantasztikus szerintem. Igen, főleg az 5, azok igen. Nagyon, igen. Talán azok közül a 2 a legkevésbé jó egyébként szerintem. Ja. Jó, igen. Jó, aztán még van egy-kettő, amit felírtunk. Igen. Final Fantasy. Igen. Amiből én majdnem az összessel játszottam, spin-offokat beleértve. Hogyha spin-offokat számoljuk, akkor a Mystic Quest egyértelműen. Tehát tudom, hogy sokan szeretik egy nosztalgiából, mert az volt az egyik első FF, amit megkaptunk, de egyszerűen olyan szinten szerintem unalmas és repetitív és monoton és generic, tehát hogy semmi nincs benne, ami úgymond kiemelné az úgymond nagyon átlagi RPG közül. És ez volt az, ami úgymond amerikaiaknak csináltak azért, hogy jó, ezzel talán tudtok játszani, ez talán nem túl nehéz nektek, de a 4 és az 5 sem azok, és ott legalább volt valami értelme az egésznek. Igen. És a számozott részekből melyiket mondanád el a kevésbé kedvencednek? A 2-t talán. Ja, mondjuk az annyira nem meglepő. Igen, az sok mindenkinek nem szokott tetszeni, és igazából nem rossz az. Volt nagyon sok jó ötlet, ami előre vitt a szériát, de volt elég sok rossz ötlete is. Tehát például az, hogy a statjait külön-külön fejlődnek, és mondjuk a HP-t akkor fejlődik, hogyha sebződsz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon sokat kell grindolnod, és például ilyen hülyeségekkel csinálod, hogy mondjuk úgy tudod a HP-t a legjobban fejleszteni, hogyha magadat ütöd, és akkor így folyamatosan gyógyítod magad, ütöd magad, gyógyítod magad, stb. És így akkor mondjuk a játék elején felett fejleszted magad nagyon magas szintre, de és igazából ezt is kell csinálnod, főleg az eredeti Famicomos verzióban, mert az meg nehéz, és alig vannak benne mentőhelyek, úgyhogy... Mondjuk egyébként szerintem az egy érdekes ötlet így a fejlődésre, csak nem annyira jól megoldható. Meg egyébként logikus nyilván, hogy ugye minél többet használsz mondjuk egy kardot, vagy minél többet támadsz, annál jobb leszel vele, úgymond. De tényleg nem jó a megvalósítás. Legalábbis amiket én hallottam az alapján. Igen, és egyébként ezt a rendszer később a Crisis Core-ban elővették, és ezerszer jobban működött, de itt így nem annyira. Igen, hát én nem játszottam sok résszel, gyakorlatilag csak az 1-jel, a 4-jel, meg az 5-tel, amit végig is vittem, és ezek közül az 1 volt a legkevésbé kedvencem, ugye érthető okokból, de az is egy abszolút korrekt, meg jó játék volt, tehát hogy egyiket sem mondanám rossznak. Ja, aztán még felírtam a Phoenix Wright-ot, ami az gyakorlatilag a kedvenc szériám, viszont hogyha mondanom kell egy részt, ami a legkevésbé kedvencem, az egyértelműen a 4, ugye az Apollo Justice, amit szerintem ugye ott rontottak el, tehát nagyon sok mindenkinek az a legkevésbé kedvenc része, különböző okok miatt. Sokan szoktak azt mondani, mert az új fős Apollo nem annyira jó, de szerintem ő egyáltalán nem rossz, és főleg az 5-ben nagyon megszerettem. Itt az volt a baj vele, hogy Phoenix továbbra is hatalmas szerepet kapott, és gyakorlatilag nem hagyta Apollót érvényesülni, és emellett egy olyan szerepet, ami úgymond egy csomó mindenkit kiakasztott a rajongók közül. És igazából egy nagyon felemás játék lett, hogy gyakorlatilag Phoenix-szel, amik történtek, azok miatt alig tudsz odafigyelni,
mondjuk Apollónak a saját dolgaira. Uh-huh. Mert így azt próbálod megoldani, aztán kicsit más történik, és mondjuk azt sem segített, hogy az első ügy az elég úgymond középszerű volt, és a második ügy is elég középszerű volt, így belegondolva. Uh-huh. Úgyhogy így ez. Nagyon sokat én sem tudok, várint ehhez sem tudok hozzászólni, mert ebből is csak az első két részt játszottam végig, vagy egyáltalán próbáltam ki. Hasonlóan mindkettő nagyon jó volt, talán a kettő kicsit kevésbé tetszett. Ugye egyel kevesebb ügy volt benne, és nem tudom, hogy maga a rendszer, ahogy ugye úgymond sebződsz, meg ilyesmi, az kevésbé tetszett, mint a sima, az első résznek a sima X esélyed van ezt megcsinálni dolga. Meg nem tudom, egy-két ügynél nekem elég érdekes volt így az is, hogy kellett rájönni a megoldásra, de minden esetre nagyon jó játék volt ez is, meg az első rész is. Végül pedig egy olyan, ahol nagyon sokat lehet válogatni, a igen, Sonic. Igen. Szerintem az összes rész a leggyengébb a sorozatban. Viccet félretéve, tényleg nem a kedvenc játéksorozatom a Sonic, vagy lehet, hogy nem is fogalmaztam elég erősen, de tényleg azért vannak benne jó részek, például a eredeti Mega Drive-os trilógia egyáltalán nem rossz, még hogyha szerintem túlértékeltek is, főleg az első rész. De például nekem a Sonic Advance 2 az volt az a játék, ami abszolút úgymond kiverte a biztosítékot. Tehát a Sonic játékokban igazából sose tetszett az, hogy ugye az a lényege, hogy gyorsan menj, viszont valamennyire büntet is érte a játék, mert ugye túl gyorsan jönnek be az ellenségek a képernyőre, vagy hasonló dolgok, amit nem tudsz időbe kikerülni. Na ez a Sonic Advance 2-ben én úgy éreztem, hogy hatványozottan igaz volt, már csak a kisképernyő miatt is gondolom, de meg egy csomó olyan hely volt, hogy egyszerűen nem volt egyértelmű, hogy merre kéne egy leap of faith-et csinálni, vagy nem tudom, hogy tehát leugrottam olyan helyeken, ahol egyszerűen sima szakadék volt, mert azt gondoltam, hogy az a legegyértelműbb, hogy arra kell tovább menni, de nem. És tényleg ez, hogy rengetegszer az volt, hogy mentem, és akkor megsebzett, meg tényleg, ami így végül is Sonic, hogy kiszámoltam, hogy a legutolsó pályán, ahol, aminek ugye elvileg a legnehezebbnek kéne lennie, valami 25 másodpercig a pálya elejétől kezdve csak a jobbra gombot nyomtam, és gyakorlatilag haladtam normálisan a pálya megsebződés meg minden nélkül. Ami szerintem kicsit nevetséges, mert majdnem olyan, mint egy 25 másodperces loading screen. Hát igen, és mondjuk érdekes, hogy a Sonic Advance 2-t mondod, mert ezek mindig azok rá, de vannak még ennél ezerszer rosszabb részek, 2D-ben és 3D-ben is. Az ilyen spin-offok, igen, persze, nyilván játszottam is a Sonic R-ral, meg ilyesmik, amik... A Sonic R fantasztikus. Jó, igen, de csak azért fantasztikus, mert amennyire rossz, tehát hogy de, so bad it's good. De az legalább viccesen rossz, és van egy stílusa. Jó, ellentétben igen. Például mondjuk a Sonic 3D-vel, ami egy hihetetlen unalmas játék, mert ilyen izometrikus nézetben kényelmetlen irányítással kell gyűjtögetni a dolgokat, nem is gyors, és valami borzalmas. Igen, azzal én is egy órát játszottam kevés, egyszerűen unalmas is volt, meg is fájdult tőle a fejem, tehát. Igen. Tehát az valami katasztrófa. Aztán ugye ott vannak az ilyen zseniális 3D-s részek, mint a Sonic 06, meg igen, a Secret Rings, amik pont olyan rosszak, mint aminek beállítják őket. Igen. Tehát a Secret Rings-ben például nem is értem, hogy ott valahogy úgy működik, hogy az ugrás, hogy lenyomva tart a gombot, és amikor elengeded, akkor ugrik, és... Mikor olyan így van benne? Vagy ez a leérkezésnél? Azt hiszem így van benne, igen. De, és azt hiszem úgy kell, ilyen homingeta kellett, hogy ilyen mozgásérzékeléssel előre tolod azt is, hogy valami elég hülyén érzékeli. Aha. És ilyen... Na mindegy, nagyon rossz az a játék. Aha. És aztán még emellett ott van, ugye, hogy a két D-set kell mondani, abból is mondjuk a Game Gear-re a... Sonic 2, ami a Master Systemesnek az ilyen portja, de egyáltalán nem figyeltek arra oda, hogy a Master Systemesben ugye van a képernyőnek egy mérete, és a Game Gear-esben pedig ugye kb. Fele akkora. És mondjuk így gyakorlatilag az első boss az úgy néz ki, hogy nem látod, hogy honnan érkezik a projectile, mert az kilóg a képernyőről. Aha. És mivel azon a pályán még gyűrűk sincsenek, tehát ezt elvileg sebződés nélkül kéne megcsinálni, ami nem annyira nehéz a Master Systemesben, amikor eleve látod, hogy honnan jönnek a támadások, de a Game Gear-es gyakorlatilag lehetetlen, ha csak nem tanulod meg az egészet. Hát ezért kéne tesztelni a játékokat gyakorlatilag. Azt hiszem, mondta is valaki, talán pont Yuji Naka, ugye a Sonic készítője, hogy mennyire, ezt még régen mondta, hogy mennyire csodálja, hogy a Nintendo-nál mennyit tesztelik a játékokat, például a Mario játékokat, és ez szerintem valamennyit elárul arról, hogy mennyire nem tesztelik a Sonic játékokat a Sega-nál. Igen.
Ja, úgyhogy amúgy vannak Sonic játékok, amik nekem nagyon tetszenek, például a Colors DS-e, vagy Wii-re, vagy például a Rush Adventure, meg egyébként én szeretem a 2-t, meg a 3-at is, meg az első Advanced, de összességében mondjam azt, hogy kb. Jogosan kapja azt a széria, amit kap, hogy az internet viccet csinál belőle. Igen. Igen, hát és igazából azt mondtuk, hogy a kedvenc játék sorozatainkból a legkevésbé jó részeket mondjuk, hát igen, tehát nekem a Sonic egyáltalán nem tartozik a kedvenceim közé igazából. Jó, hát igen. Akkor szerintem így is elég sokat beszéltünk most ezekről. Igen, hát eleve nem számítottunk rá, hogy kétrészes téma lesz ez. Ja, ja. Mindenesetre ti is megírhatjátok nyugodtan a véleményeteket, hogy szerintetek egy adott szériából, vagy akár ezekből, mik a legkevésbé rosszak, vagy hogyha nagyon nem értetek egyet, akkor csak nyugodtan. Igen. Köszönjük, hogy megint itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!